Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, Önök a Zóna műsorát látják. Mai vendégünk pedig Sall Endre, az Újságmúzeum főszerkesztője, és engedjék meg nekünk, hogy tegeződjünk, hiszen hasonló területen működünk, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, köszöntöm a Williams TV nézőit. Ugye az első gondolatom, amikor készültem a műsorra, az volt, hogy a múzeumokat egy picit úgy képzeljük el, hogy valamiféle műtárgyak között, a régmúlt emlékei között sétálgatunk, hogy vajon mi lehet ez az újságmúzeum. És akkor azt kérem tőled, hogy csak néhány szóban egyáltalán, hogy hogy jött ez a apropó, hogy legyen egy ilyen is. Mert arra gondoltam, hogy esetleg gyűjtöd a régi újságokat, de nem erről van szó. De arról is lehet. Igen. Hát ezt tudni kell, most az Újságmúzeum Facebook oldaláról beszélünk, amit én 2017-ben alapítottam meg egy este a konyhában, elhatároztam, hogy nagyon kíváncsi voltam arra, hogy a Facebook valóban csak arra alkalmas, hogy gluténmentes ételeket, meg kiskutyákat hozunk rajta a fotóval, ami egyébként nincsen semmi baj vele, vagy pedig, hogy vannak emberek, akik szeretnének minőségi olvasnivalót is találni, vagy hát kapni, és ez egy kísérlet volt, és hát a legnagyobb megdöbbenésemre elég hamar több tízezer követője lett az oldalnak. Azt tudni kell, hogy hát ez egy nosztalgikus oldal, főleg régi színészek, színésznők filmekkel, mesékkel és elfeledett magyar emberekkel foglalkozom. Hát ez egy hosszas kutató munka, és itt jön az, hogy nekem amúgy van egy újságmúzeumom is, és egy utazó tárlat ami, is. Ami egy konkrétan, tehát újságot, hát, igen, azt a Baktalo rendházában most jelenleg a... Már nincsen, ott volt legutóbb a kiállítás. Nem maradtam, kedves nézőink. Sajnos. Reméljük, hogy majd valamikor lesz Pest megyében is, sőt, van is róla szó, hogy lesz. De visszatérve, ez egy kísérlet volt, és hát nagyon úgy nézett ki, hogy tényleg a Facebook arra is alkalmas, hogy minőségi olvasnivalót is kapjunk. Minden reggel 7 órakor posztolok egy írást, amit elég komoly kutatómunka előz meg, és a nagyon jó a fogadtatása, most jelen pillanatban több mint 148 ezer követője van az oldalnak, és egy nagyon jó közösség alakult ki. Úgy veszem észre, hogy minél inkább gyorsul fel a világ, annál inkább igény van a nosztalgiára és a kicsit a múltba révedésre, főleg egy bizonyos kor után, tehát a 40 év fölött az ember azért egy kicsit már jobban szeret elmerülni a régmúltba, és ezt az igényt én próbálom kielégíteni, de hát számomra is fontos, mert én is egy ilyen nosztalgikus alkat vagyok. Igen, azért jó, hogy ezt mondod, mert én közben azon mosolyogtam így a nézőknek, hogy valami vicceset áruljak, éppen most érkezett meg az egyik régi lemezbuszommal, amit gyerekkoromban tologattam, de ez ilyeneket is nagyon nehéz beszerezni, és csak azért, hogy hogyan kanyarodok vissza hozzád, hogy gondolom, a kutatás az nagyon sok-sok idő, nagyon sok-sok materiális dolog is kell hozzá, hogy hogy jött ez? Tehát egy kicsit most rólad is beszélünk, és aztán majd még menjünk vissza a Facebook oldalra, tehát hogy egyáltalán hogy jött? Hát én alapvetően sportújságíróként kezdtem a pályafutásomat, voltam több újságnál is főszerkesztő, majd még a Bulvárról is belekóstoltam. Aztán pedig Pécelen voltam kommunikációs vezető a Péceli önkormányzatnál, és akkor megmondom őszintén, egy kicsit több időm lett, szerencsére, nyugalom volt a városba, és volt egy kis időm arra, hogy egy kicsit jobban elmerüljek végre az én szenvedélyemben. Én nagyon szeretem például a század előtt, a század előtt íróit, a század előtt hangulatát, azt a fajta kávéházi életet és milliót. Tehát rengeteg forrás van most már. Ugye a régi újságok, önéletrajzi kötetek, levéltár, külföldi források, tehát én egy kicsit belemerültem ebbe a világba, elég alaposan, és hát úgy tűnik, hogy van rá igény. Úgy kezdtem bele akár a Facebook oldalatok, akár a honlapotok tanulmányozásába, és ami nekem nagyon tetszett, hogy igen, hogy egyfelől nagyon különböző történelmi korokkal foglalkozom, most van is egy újabb projekt, úgy látom, amelyik most visszamentek a század előre, de hogy a 20. század nagyjai, színészek, énekesek, nekem is abban az időben, ugye nekem sem volt olyan sok időm ezzel foglalkozni, de annyi plusz információ jött, és ahogy mondtad, a minőségi olvasnivaló, hogy jó érzéssel olvastam Széchy Párról, Domján Editről, tehát hogy egyszerűen amit mondasz, az tényleg visszajön a Facebook oldalról, és ugye a Facebook az a közösségi oldal, amit ugye elég sokan néznek, hogy ott pedig mérhető is, hogy egyáltalán mi az érdeklődés, hogy mikor, tehát mondjuk 2017-ben indultál, akkor mikor jött először, hogy erre van igény, mert hogy az ember azért nem gondolja, mondtad, hogy mondjuk 40 év fölött ez a Hónapok alatt kiderült, tehát, hogy van rá igény. Ami nagyon érdekes, hogy és erre nagyon is büszke vagyok, én mindig tartottam egy kicsit a könyvektől, nagyon tisztelem a könyveket, de hát 2019. februárjában már úgy éreztem a visszajelzések alapján, hogy meg a kutatási eredmények alapján, hogy összeállhatna egy kötet olyan magyarokról, akik
fiatalon elkerültek Magyarországra, külföldre, főleg Egyesült Államokba, Angliába, és nem ismerjük őket, pedig a maguk területén világhírűek lettek, itt vannak színészek, kutatók, szobrász, építész, és besétáltam a Libri kiadóba, és bekapogtam a vezérigazgatóhoz, és aki egy nagyon felvilágosult ember, és egyből azt mondta, miután elbeszélgettünk, hogy szerinte ez lesz a karácsonyi könyvvásárnak a egyik sikerkönyve, és ez a Mi Magyarok című könyv, és az is lehet, elmondhatom azt, hogy a eladási sikerlisták élmezőnyében végzett. Részben egyébként úgy érzem, hogy a Facebook közösség, ugye azt tudni kell, hogy ez egy ingyenes oldal, Facebook közösség valahol ezzel is hálálta meg azt, hogy én minden éjjel azért dolgozok, hogy ők másnap olvasni valót kapjanak. Azzal is hálaltam meg, hogy vásárolt ebből a könyvből. És hát azért itt büszkén mondom azt is, hogy november 24-én jön ki most a következő könyvem, ez a Mi Magyarok a Század Előn. Ez egy teljesen más világ. Itt még nehezebb dolgom volt, mert ismeretlen emberek történeteit kutattam ki. A kötet az 4 fejezetre tagozódik, vannak benne a hősök, tehát a századelős hősök, de ezek ismeretlen emberek, ismeretlen hősök. Hát ugye szerepel benne a szerelem, mint állandó jelen van az életünkben, azon kívül pedig az ármánság, irigység nagyon izgalmasnak tűnik. Tehát igen, nagyon jó, hogy ezt mondod, mert én amit éreztem, amikor elkezdtem először olvasni a Facebookot és a honlapon is a cikkeket, hogy az emberi hang. Tehát, hogy olyan nyelven a cikkeket, ez nem tudom, hogy titok, nem titok, csak te írod, vagy csak. Van, csak te írod, tehát az a hang, ami átjön, hogy megjelenik az ember előtte. Tehát ugye a Máté Péter, aki amúgy is egy személyes kedvencem, és tényleg egy nehéz sorsú ember, hogy úgy átjött, hogy mennyi tragikus mozzanat van az életben, hogy ez az újságírói munkádból is adódik, hogy akár a sportújságírói múltad, hogy ilyen emberi hangon próbáltad bemutatni. Tehát nem érzem azt a történelmi, pátoszos, tehát ugye majd a könyvet még sajnos nem olvastam, de remélem. Én jól esik, amit mondasz. Igen, én egy empatikus alkat vagyok. Én akikről írok, sőt, szinte csak olyanokról vagyok, akiket én tisztelem. És ezeket az embereket én nagyon tisztelem. Tehát amit most legutóbb a Máté Péteren is érezhettél, ez a tisztelet a részemről. A másik pedig, hogy hát olyan információkat írok meg. Azért ne feledjük, hogy mondjuk ha veszük a 1945 utáni időszakot, mondjuk a színészek, színésznők, az ő életükről nagyon nem lehetett semmit tudni, hát a hivatalos sajtóban nem jelent meg semmi. Csak egy példát mondok, hogy Somlay Artúr, ő nagyon híres, legendás színész volt, ő 1951-ben a kommunista rendszer miatt öngyilkos lett, és ezt nem hozták nyilvánosságra, dísztemetést rendeztek számára, mintha szívrohamban meghalt volna, miközben öngyilkos lett, és nagyon sok fehér folt volt magánéletben is. Én ezeket már föl tudom deríteni, ugye megjelentek a rendszerváltás után önéletrajzi kötetek, azokból is tudok táplálkozni, tehát most már kerek portrékat lehet adni emberekről, és igen, amit mondasz, engem mindig az empátia vezérel. Tehát és szerencsére az oldal látogatói is ilyen emberek, úgy látszik bevonzom őket, mert mondhatom azt, hogy egy nagyon értékes közösség alakult ki, mind a mellett, hogy 148 ezeren vagyunk jelen pillanatban, és az emberek a hozzászólásaikban rengeteg plusz értéket adnak az írásokhoz. Én is rácsodálkozom sokszor, tehát nekem is valamikor újdonságot mondanak, rengetegnek személyes élményeket írnak be. Mondok egy példát, 16 éves voltam, és Zente Ferenc bejött a virágboltba, kért tőlem egy csokor rózsát, rám mosolygott, és ez azóta így bennem maradt. Ilyen kis apró kis mozaikok, de ezekből is összeáll egy színésznek a személyisége, hogy milyen is lehetett. Ugye más, amikor színpadon van, és más, amikor ugye hétköznapi emberként viselkedik. De hát Zente Ferenc például hétköznapi emberként is varázslatos volt. Ugye először jött a Facebook. Hogyan fogalmazott meg benned, ugye magánkiadásban jelent meg először, ugye, ha jól emlékszem a könyvet, hogy érdemes lenne egy nagyobb publikumhoz eljutni, és hogy milyen érzés az mondjuk, ahogy egy ilyen nagyobb kiadónál, hogy most ne csináljunk reklámot, de mindegy is, tehát hogy bemész, és azt mondta az igazgató úrnak, hogy te ezt gondolod, és hát, mire számítottál, mert nagyon jó volt a fogadtatás. Igen, hát újságíró vagyok, tehát az, hogy mondjuk egy Facebookon egy cikk eljutott 1,5 millió emberhez, hát az, nagyon, az nagyon, sok, nagyon nagy szám, tehát az alapján azért az ember meg tudja ítélni, hogy lehet-e érdeklődés. A kiadó nagyon jól rájegyzett egyébként arra, hogy ez egy
nagyon értékes könyv lesz tartalmilag, és hozzá egy nagyon szép külalakot adott, tehát egy kemény borítású volt a könyv, tipikus karácsonyi könyv volt, ajándékkönyv, tehát aki könyvet szeretett volna ajándékozni, az nyugodt szívvel vette egy Mi Magyarokat, és hát most is arra biztatom, hogy nyugodt szívvel vegyen egy Mi Magyarok a század előn, mert a külalak, a látvány az hasonló, mint az első kötet. Még egy picit a könyvnél, hogy mi alapján választott ki, mert mondtad, hogy nagyon sok emberi sors van, de nagyon sok ismeretlen ember, akikről akár mi, akik lehet, hogy akár érdeklődünk ezek iránt, a korszakok iránt, nem nagyon tudunk. Tehát, hogy mi alapján volt, amikor te azt mondtad, hogy én Endre, ő most bekerül ebbe. Ez egy szubjektív mérce, de mindamellett nyilvánvaló, hogy fontos, hogy az adott ember milyen értéket képvisel, vagy milyen tanulságot hordoz az ő élete. Mondok egy példát csak a könyvből. Van egy nagyon kedves történet benne, Wendinger bácsiról szerintem nem hallottál, én se hallottam sokáig. Wendinger bácsi, ő a taps felelős volt az Operaházba és a Nemzeti Színházba az 1800-as évek végétől 34 éven keresztül. Na most azt elmondom gyorsan, hogy a taps felelős az abból állt, hogy Wendinger bácsi 10 fiatalt megbízott, és az előadás alatt az ő karlendítésére a megfelelő jelenetnél időpontban ők meg tapsoltak, ezért percet kaptak, meg ingyen jegyet kaptak, és mindenki azt gondolta, hogy Wendinger bácsi ezért rengeteg pénzt kap a színészektől, és aztán amikor meghalt, akkor előkerült a notessa, és kiderült, hogy egy dúsgazdag ember volt, sok pénzt örökölt, és nagyon kevés pénzt kapott azért, pár koronát havonta a színészektől, hogy a tapsot intézze nekik. Ez egy fantasztikus történet. Szerintem, hogyha mondjuk ő Párizsban vagy Londonban él a századelőn, akkor most szobra van a színházak előtt, és mindenki ismeri. Gondoljuk el, hogy 34 éven keresztül minden este ott volt az előadásokon, intézte a tapsot, sőt a főpróbákról is elment, hogy tudja, hogy mikor kell inteni a tapskarnak. Tehát azt mondom, hogy ez az ő története, ez a hűség, ez az elhivatottság, és az is kiderült például utólag, hogy rengeteg színész támogatott anyagilag. Tehát ezek a Wendinger bácsik nagyon sokat tesznek hozzá szerintem a társadalomhoz. És reméljük, hogy azért manapság is sok Wendinger bácsi lesz. Igen, és ugye azt gondolnák, hogy ezek a korszakok nagyon távol vannak tőlünk. Miközben a mai show business is picit hasonlóan működik, hiszen ugye ezek a taps Wendinger bácsik ugyan pénzért, de ugyanúgy lehet. Tehát ugye ez is csak azért mondom el, hogy ez is mennyire emberi, hogy azt hiszük, hogy ami mondjuk 100-120-150 évvel ezelőtt volt, hogy az teljesen más volt. Miközben az emberi sorsok, a szerelem, az intrika, az ugyanaz, és attól lesz hétköznapi. Tehát ezért tetszett nekem, amikor ugye, mert nekem sem volt semmiféle elképzelésem, hogy miről szólhat. Az a gond, hogy ugye a századelős világot mi fekete-fehérben látjuk. Igen. És ha a filmeken is látjuk, akkor ilyen szaggatott, meg lassú, meg nem olyan, sőt, inkább Lumière film. Igen, tehát pedig azok az emberek ugyanannak voltak, mint mi, ugyanúgy voltak fájdalmai, körülmeik, szenvedéseik, szenvedélyeik, csak ugye hát nem, de viszont azért nagy különbségek vannak, pont a kutató munkám alapján és a könyvben is tetten érhető, hogy azért más világ volt a század elő, azért ott stílus volt. Tehát mondjuk, ha veszem az öltözködést, az udvariasság maga egy alap volt, mellette meg az erkölcsi érzés. Tehát a századelőn, hogyha valaki azt mondta, hogy igen, akkor az igen volt. Hogyha az adott szónak fantasztikus ereje volt, ez sajnos manapság már nem tetten érhető. Úgy látszik, hogy örülök, hogy Endrét hívtuk meg, mert most megint egy olyanra tapintottál, hogy akkor nekem van egy olyan személyes érzésem, hogy ami a 21. században lehet, hogy egy picit deficit, akár ez az egyenesség, hogy az igen, a nem, hogy ez motivál téged abban, hogy a magyarok a század előn legyen a következő irány? Pontosan ezt nagyon jól elérezted. Én úgy érzem, hogy a rengeteg olyan érték van a század előben, amit vissza kellene hoznunk, vagy legalább ismernünk kellene. És nekem egyébként nagy feladatom is az, sőt mondhatom azt, hogy kulturális misszió, hogy a fiatalokat is megismertessem, nem csak ezzel a világgal, hanem azokkal a magyarokkal, akikre büszkék lehetünk, de nem ismerik őket, mert nekem meggyőződésem az, hogy az a múltunkból táplálkozunk, és hogy mi ilyenek vagyunk, abban benne van Wendinger bácsi, és benne van sok más is, akit nem ismerünk. Én azt gondolom, hogy ha a fiatalokról beszélsz, akkor a Facebook mindenki
mindenképp jó irány, bár ők azért már most már tovább léptek, és számos egyéb más szociális felületen vannak jelen. Mik a visszajelzések? Ugye az oktatás sokszor úgy tűnik, hogy picit azért más nyelvet beszél, mint amit ők, hogy mennyire lehet szerinted megtalálni? Ugye ez a nyelvezet, amit én láttam, én azt gondolom, hogy fiatal számára is olvasható, de te neked mik a visszajelzéseid, hiszen te látod ezt? Nekem fantasztikus visszajelzéseim vannak, ugye ezek 4-5 ezer karakteres írások. Az embereket leszoktatták az olvasásról sajnos. A kutatások is azt mondják, hogy 1400 karakter felett az ember már fárad, a koncentráció csökken. Én szerintem butaság attól függ, hogy mit olvas. Nagyon jó visszajelzés az számomra, hogy megengedem magamnak azt a modortalanságot, hogy leveleket szoktam írni elhunyt hírességeknek, túlvilági levélnek hívom ezt, megszólítom őket. És nagyon érdekes és nagyon megható az, hogy sok korombeli, sőt idősebb férfi is beírja a hozzászólásba, hogy elsírta magát. Tehát az nem csak az, hogy elolvassa, hanem érzelmet is vált ki. Azt ugye tudjuk, hogy a hölgyek érzelmesebbek, meg hamarabb kicsordulnak a könnyeik, de hogy a férfiak ezt bevallják, ez nekem nagyon fontos, és nagyon jó visszajelzés számomra. Én is elolvastam, tényleg visszatérve a színészekre, azt éreztem, hogy úgy megjelent előttem az a tragédia, ahogy leírtad például Domján Edit halálát, és hát ha nem is, most nem vizsgáltam magam, de hogy pont ez a tragédia, ez egyszerűen átjött, tehát hogy ezt éreztem én is. Ez cél is. Sokan azt gondolják, hogy a híres embereknek az életük az csodálatos, csak siker, pecsgő, kaviár és rivalda fény, miközben ugyanolyan sérüléseik vannak, ugyanolyan fájdalmaik vannak, ugyanolyan magánéleti gondjaik vannak. Ez is egy nagy felismerés, akik elolvassák a cikket. Általában úgy szokott lenni, és ez nagyon érdekes, reggel 7 órakor elolvassa valaki a cikket, és sokan írják azt, hogy egész napos útravalót adtam. Ugyanis mindenki tud a másik életéből táplálkozni, a másik történetéből saját életére átvetíti, és le tudja szűrni azokat a tapasztalatokat, és érdekes, izgalmas felismerésekre juthat, akár Domján Edit életéből, máséból is. Tehát a lényeg az, hogy ők is emberek voltak, ők is éreztek, ők is voltak szomorúak, amit úgy sokan nem nehezen hisznek el, hiszen azt gondolják, hogy ott minden csodálatos és mézes-mázas. Ugye most már hamarosan megjelenik november 24-én a könyv. Mi az, amin már neked, mint újságírónak, ugye azt nem tudom, hogy hétköznapjaid még mivel telnek, de hogy mi az, amin még így már megvan a következő csapás irány, amellett, hogy még néhány szót azért szeretnék hallani, hogy akkor az újságmúzeumot hogyan, mikor lehet akár megtekinteni, és ott miket lehet látni? Hát röviden mondom, ami még újdonság, hogy meglett a weboldalam a www.újságmúzeum.hu, amire nagyon büszke vagyok, sokat dolgoztam majd, hogy létrejöjjön. Ez egyfajta könyvtár, tehát ide éjjel-nappal be lehet jönni és olvasni a korábbi írásokat, meg a frisseket is. Az újságmúzeum kiállítás, hát ez egy nagy szenvedélyem. Tehát Pécelen volt kiállításom, azt hiszem 2 évvel ezelőtt, és nagyon jó érzés volt látni, hogy fiatalok is jönnek, és nézik, és szembesülnek azzal. Ők már ugye 30 alatt már nem lát annak az emberek újságot, papír alapú újságot, és itt pedig ő rácsodálkoztak, hogy hát a történelemkönyvben benne van Kossuth Lajos halálhíre, ott volt a falon, vagy Erzsébet királyné halálhíre, vagy Deák Ferenc halálhíre, vagy ugye a 6-3-as hatalmas győzelem, vagy Farkas Berci az űrben. Tehát úgy rácsodálkoztak erre a világra, ami nagyon jó volt nézni. Hát ez is egy misszió, ez a kiállítás egyébként utazó kiállítás, csak sajnos a mostani vírus helyzet miatt ugye mindenki óvatos, amit teljes mértékben megértek és támogatok, de hát lesz egy szép időszak is. Én szeretném, hogyha sok helyre eljusson ez a kiállítás, és én szeretném megemlíteni Megyeri János szobrászművész nevét. Mi ketten összefogtunk. Én adom a régi újságokat, ezek komoly régi újságok, ő pedig szobrokkal támogatja meg ezt a kiállítást. Most legutóbb például Gróf Aponyi Albertet, a politikust, aki egyébként újságot is írt, készítette el papír maséból, úgy, hogy az arcára, a szobornak, ez egy mellszobor, a századelős újságok vannak feltéve. Ezt meg kell nézni, így elmondva egy kicsit bizarrnak hangzik, de egy fantasztikus alkotás, de nagyon tehetséges művész, és örülök, hogy vele együtt dolgozhatok. És addig, amíg ugye hamarosan reméljük néhány
hónap, és egy kicsit jobb lesz a helyzet, addig akkor amit ajánlhatunk, az a Facebook, illetve a weboldal. Hát meg a könyv. Meg a könyvek természetesen, ami hamarosan megjelenik. És hát ugye ez egy egyszemélyes vállalkozás, a legnagyobb fiam Bálint, ő segít nekem, ugyanis van a YouTube csatornám és Instagram felületem is, és a feleségem a grafikai munkákat intézi, tehát így ez egy kis csapat. És ott hangos könyvek vannak, hogyha jól. Hangos könyv is van a YouTube-on, tehát mondhatjuk azt, hogy mindenhol jelen vagyok. Hát keressenek, és megköszönöm, és megtisztelő, hogyha olvassák az írásaimat. Akkor, hogyha megvan ez a könyv, ez november 21-én elérhető már a könyv. Már most előrendelhető, de amúgy persze már a könyvesboltokban megvásárolható. Akkor, kedves nézőink, el fogom önöknek ismételni, vagy lehet, hogy ki is fogjuk írni. Tehát keressék a újságmúzeum.hu oldalt, és a Facebookon pedig szintén is újságmúzeumot. Valamit kihagytam, esetleg Snapchat, TikTok, valami tánc még nincsen, azért még ajánlhatunk. Nem rossz az ötlet egyébként, tehát a fiatalokat akarom megközelíteni, lehet, hogy tovább kell lépnem. Volt olyan még, mielőtt elköszönünk, még van egy nagyon pici időnk, 1-2 perc talán az elköszönéssel együtt, hogy bárki, aki szerepelt a te írásaidban, vagy akár annak a családtagja, mert ugye jól és sajnos már nincsenek köztünk, hogy volt visszajelzés, hogy ez tetszett? Folyamatosan. Tehát folyamatosan. Hát egyébként pont a Máté Péterről, ha beszéltünk a lányával, hát beszéltem, diskuráltam a megjelenés után, megköszönte azt, hogy hát mondhatjuk azt, hogy ápolom az édesapjának az emlékét, de folyamatosan. Nagyon érdekes, leszármazottak jelentkeznek nálam, és plusz adalékokkal szolgálnak. Ez nekem nagyon tetszik, és az is nagyon fontos, hogy azért gondoljunk el, hogy mondjuk ott van például Bújtor Istvánnak a felesége, ő is megkeresett engem, mikor a Bújtor Istvánról írtam, és megköszönte az írást. Azért ez nem könnyű, mert gondoljuk azt végig, hogy hát ez vele élt, és nagyon erőteljes érzelmei vannak most is. Tehát nagyon óvatosan és nagyon empatikusan kell közelíteni szerintem mindenkinek ezekkel a művészekkel szembe. Tehát én nekem az részemről a maximális tisztelet megvan. Minden mellett azért azt sem hallgatom el, hogyha a színésznél olyan hullámvölgyek voltak mondjuk, hogy az alkohol rátelepedett az életére, vagy más dolog, akkor én nem hallgatom el. Tehát én nem szobrokat faragok, én megmutatom a valós embert. Tehát ettől lesz hiteles. Igen. Magánélet tiszteletével együtt is. Nagyon szépen köszönjük, Endre, hogy eljött, és Sall Endrét látták, és még egyszer akkor Újságmúzeum, keressék a Facebookon, keressék az interneten, akár a YouTube-on, de ugyanezt megtehetik velünk, hiszen nekem sem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek önöktől, de mielőtt ezt megtenném, nagyon fontos információkat elárulok. A vonalas hagyományos számunkat, hogy kellően a műsorhoz is kapcsolódjunk, amit még esetleg lehet tárcsázni, 0629352362, és az új technológiákon is elérhetők vagyunk, van YouTube csatornánk, ott is keresik a Williams TV-t, illetve a williams.hu weboldalon hírekkel és élőadással is jelentkezünk. Kedves nézőink, ennyi volt mára, ne feledjék, önök is a zónában vannak, a viszontlátásra!